A duális képzés bevezetése sikertörténet. Egyre többen jelentkeznek ugyanis az ilyen oktatást biztosító intézményekbe. Idén 74%-kal nőtt a felvételt kérelmezők száma. Ezt a kulturális és innovációs miniszter mondta stábunknak Szekszárdon. Ez azt jelenti, hogy a családok és a fiatalok, a leendő diákok fontosnak és hasznosnak találják ezt a rendszert. Aminek egy visszaigazolása az is, hogy amikor én utazom a világban, például az OECD-be, ami a világ legfejlettebb gazdaságait, országait tömöríti, akkor tőlünk kérnek tanácsot, nálunk nagyobb és akár gazdaságilag erősebb országok, hogy hogyan kell ezt a rendszert fölépíteni. Az egyik legfontosabb előnye a mostani rendszernek, hogy a diákok a szakmai gyakorlatot biztosító duális partnernél töltik el a tanulmányi éveik jelentős részét, így már tanulóként is olyan tapasztalatokat szereznek, amik elengedhetetlenek a későbbi munkavállalás és az üzleti kapcsolatok építése során. Itt Szekszárdon tudjuk, hogy csodálatos borászok vannak, és a boraik eljutnak Németországba, Angliába, vagy az Óperenciás tengeren is túlra. Az a feladatunk, hogy a magyar KKV-k, a kis-közepes vállalatok is képesek legyenek ilyen export teljesítményre. És ezért kell, hogy a szakképzésből, akár a technikumokból, a szakképzőintézetekből minél gyorsabban az elméletütés mellett párhuzamosan a hallgatók megtalálják az utat, és megérezzék, hogy milyen az a piaci nyomás, mi az, amikor meg kell találni a vevőt. A csaknem 30 szakmát oktató Tolna vármegyei szakképzési centrumban 3400 nappali tagozatos diák mellett 2300 felnőtt is részt vesz a duális képzésben.